estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Most a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Televízió nézőket. Mai Aktuális Kérdések című műsorunk vendége Lacik Dénesné Erzsike. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a nézőket. Ugye most itt a karácsonyi ünnepek előtt vagyunk, december elején, és abból az apropóból ültünk le, hogy a nyár végén, augusztusban egy új pozíciót foglalt el Erzsike, mégpedig a Karcagi Ipartestület elnökének választották meg. Beszélgessünk most egy kicsit erről, hogyan zajlott ez a választás. Tulajdonképpen az utóbbi időben már nem igazán működött az ipartestület, nem volt bevétele korábban, amíg a nagy termet sikerült kiadni, és azért szép kis bevétel született belőle. Ez megszűnt, és nem volt arra pénz az ipartestületnek, hogy alkalmazottat fizessen. Most innentől kezdve már elég nehéz volt, mert ugye a vállalkozók mind dolgoznak, el vannak foglalva, és az utóbbi 2-3 évben már nem nagyon működött. Aztán felmerült a kérdés, hogy esetleg megszüntetni az ipartestületet. Ez azzal járna, hogy akkor az ipartestület székházát is vissza kellene adni az önkormányzatnak, hiszen azt ajándékba kaptuk, és azzal a feltétellel, hogy csak az ipartestület használhatja. Ipartestület megszűnése esetén ez visszaszállna az önkormányzatra. Mert belegondoltunk abba, hogy ha ezt visszaadjuk, akkor tényleg vége az ipartestületnek, mert nincs hol összejönni, nincs hol leülni, beszélgetni, tehát egy székház nélkül még nehezebb lenne, és így született meg a döntés, hogy akkor próbáljuk meg valahogy tovább vinni. Igen, ugye Karcagon már több mint 100 éve működik az ipartestület, és mindig sok-sok tagot számlált. Most jelenleg milyen létszámmal működik? Végülis a taglétszám megvan, egyre kevesebb az aktív tagok száma, tehát ez is a feladatunk elsősorban, hogy akkor most ismét összefogni az iparosságot, és hát ezért nagy örömünkre elég sok nyugdíjas tagunk is van, és ők nagyon szívesen járnak az ipartestülethez. Gondolom, hogy vannak elképzelései a jövőt illetően, hiszen egy elnöknek, úgymond egy vezetőnek kell, hogy legyen elképzelése. Ezeket hogyan körvonalazná? Hát elsősorban ezt a kihagyott elmúlt 3 évet kell rendbe tennünk, ott azért van néhány feladat. Aztán az iparosságot meggyőzni arról, hogy igen, és a vállalkozókat, mert ugye most már többnyire vállalkozók vannak, hogy azért mégiscsak jó egy összefogás, meg tartozni valahova, mert van azért nekünk gondunk jócskán, és például amiben nagyban segít most a napokban is az, hogy a jobbpont működik, bárki jöhet hétfői napon az ipartestülethez, és ingyenes jogi tanácsot kaphat, ami elsősorban ilyen munkaügyi kérdésekre vonatkozna, de végül is mindenféle kérdésben megkeresik az ipartestület jogászát, és minden kérdésre kapnak választ. Ugye ezt tudjuk, hogyha az emberek összefognak, közösségben vannak, akkor egymásnak tudnak segíteni, és akkor a saját vállalkozásuk is ezzel ugye jobban mehet. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen vállalkozást űz valaki, azt hiszem, hogy a gondjaink közösek. Azért mindig megvitatjuk az adókérdést, a bérkérdést, az anyagbeszerzés kérdését, tehát azért közös gondjaink vannak, és tudunk segíteni egymásnak. Igen, ami a mindennapi munka során felmerül. Ugye az ipartestület hosszú évek óta együttműködik a szakképzéssel, és az elkövetkezendőkben ez hogyan fog realizálódni, hogy fog megvalósulni? Ehhez azért ragaszkodunk, hogy továbbra is együttműködjünk.
ők is nyitottak erre. Az utóbbi két évben már a szakmabált is közösen szerveztük és közösen rendeztük. Tulajdonképpen a gondjainkon ők tudnak segíteni, hogy olyan szakmákban képezzenek fiatalokat, amire szükség van. Tehát ezek szerint akkor a szakmabál is megmarad, és újra meg lesz rendezve? Igen, igen. Az idén vagy a jövőre? Jövőre mert ez mindig február-március környékén szokott lenni, úgyhogy egy másfél hete döntöttünk róla, hogy most is lesz. Erzsike, ön régen vállalkozó már, ugye közismert, hogy egy pékségnek a vezetője. Annak idején hogy indult ez az elképzelés? Miért pont ezt a területet választotta, hogy ebbe vág bele? Ez végül is nem az én ötletem volt, sőt nem is az én szakmám. Férjem pék, és hát született egy ilyen döntés, hogy három pék, ráadásul családon belül összefog, és építsünk egy pékséget, ami akkor egész jónak bizonyult. Aztán elég nehéz volt a hitelt, ugye akkor még csak hitelből tudtuk ezt megvalósítani, ráadásul világbanki hitelből, aminek a kamata is nagyon magas volt, és így a két társunk elég hamar úgy döntött, hogy ez bizony már nem nekik való, hogy ketten vittük véghez a férjemmel, így aztán nekem is részt kellett benne venni, meg aktív részese vagyok, úgyhogy akár termelésbe, akár adminisztrációba muszáj, és hát most már 23 éve ezt csináljuk. Ez egy szép időszak. Ilyenkor ünnepek közelettével, vagy általában ünnepek közelettével készülnek-e valami különlegességekkel a pékségben? Hát karácsony lévén nyilvánvaló, hogy a beigli az, ami, de az utóbbi időben egyre több diós, mákos, kelt kalácsot is rendelnek, úgyhogy ez az ünnep előtti időszak már ilyen teljes hajtás, de nagyon jó. A vásárlók hogyan értékelik ezt? Szépen rendelnek, úgyhogy visszatérő vásárlóink vannak. Vannak olyan boltosaink is, akinek régen első perctől kezdve szállítunk, és van 5 saját boltunk, ami azért biztonságot jelent. Hát akkor a vevők, a vásárlók megelégedettségére működik a nagyon remélem, vállalkozás, ami ugye meg kell, hogy mondjuk nagyon sok munkával és gonddal jár, igen. De hát aki dolgozik, én úgy gondolom, hogy annak feladata is van és munkája is van. Többször hallottuk a nevét a közéletben is, ugye a Kovácsos Gyermekekért Egyesületnek is az elnöke. Hogyan jött létre ez az egyesület? Hát ez is egy nagyon régi történet, ugyanis a legidősebb gyermekem már 44 éves, és 5 éves korában még nem volt 6, amikor felment iskolába, tulajdonképpen azóta van kapcsolatom a Kovács Mihály Általános Iskolával. Mind a 4 gyermekem oda járt, és azért úgy régebben még aktívabbak voltak a szülők, úgyhogy tettünk-vettünk. És amikor a 4. gyermekem járt oda, akkor az igazgatónőnek volt egy ilyen ötlete, hogy jó lenne ezt hivatalos formába önteni, hogy nem csak diák önkormányzat, és főleg ne pedagógusok kezeljék a pénzt, mert az egy iskolában szükség van arra is, hogy legyen valamilyen pénz, hanem így azért teljesen hivatalosan egy egyesületi formába kezeljük az anyagiakat, és sokkal jobban is tudjuk segíteni az iskolát is, és a diákokat is így. És ugye azóta már kinőttek a gyerekek az iskolából, és ön még mindig az egyesületnek az aktív vezetője és mozgató rugója. Miért maradt meg ez? Elhivatottságot érzett ez iránt? Azt hiszem, hogy ugye a kihívások érdekelnek mindig is, olyan jó érzés az, ha valamit meg tudunk valósítani. A közelmúltban egy tábort is létrehoztak. Beszéljünk most erről a táborról. Igen, ez viszont már tényleg az én ötletem volt, hogy tudomásul kell venni, hogy teljesen más az iskolának, a diákoknak az összetétele most, mint esetleg 30 évvel ezelőtt, ami volt, és bizony vannak olyan gyerekek is, akik nem igazán, vagy olyan szülők, akik nem engedhetik meg maguknak azt, hogy egy drága táborba elengedjék a gyereket. Van ugyan Erzsébet tábor is, amit a pedagógusok általában amire pályáznak és meg is nyerik, de hát az még mindig csak 20 gyereket érint az iskolában, meg jóval többen járnak. És volt egy ilyen elképzelésem, hogy olyan jó lenne egy olyan táborhely, ahol olcsón, úgymond fizetés nélkül tudnak táborozni a gyereket, és ez sikerült megvalósítani Komlóskán.
És mindig van valami célja az Egyesületnek, hiszen szoktuk hallani, hogy most kamerarendszert szeretnének kiépíteni, most kerékpártárolót. Mi az elképzelés a jövőt illetően az Egyesülettel kapcsolatban? Ezt azért, hogy mindig tulajdonképpen az, amikor egy nagyobb bevétel, azt a Kovács Bál hozza, és arra lehet azért alapozni úgy rendesen. Legutóbbi bálunknak ez volt a célja, hogy biztonsági rendszert és kamerarendszert kialakítani, mert azért örvendetes, hogy egyre több gyerek jár kerékpárral, azért több száz kerékpár van, és már gyerekek szeretnek egy kicsit huncutkodni is, és szelepet vagy féket tönkretenni. Úgyhogy ez azért egy kicsit visszatartó erő, hogy most már elkészült, működik, üzemel, úgyhogy azóta azért remélem, hogy nincs, és nem is lesz annyi probléma. És akkor ezt azért ugye a tantestületen mindig megbeszéljük, hogy mi a jövő. Van egy olyan, hogy Kunbarikum, ami 2 éve indult, végülis ez is pályázati pénzből, azóta zömmel nekünk kell előteremteni, de egy nagyon hangulatos dolog, amikor gyerekek főznek, és gyerekek tanulják meg azt, hogy hogyan kell a híres karcagi birka pörköltet készíteni. Úgyhogy most éppen ez van, hogy nyáron megint szervezzük. Bált azt 2 évenként szoktunk szervezni. Így ahogy látom Erzsikét a közéletben is, és azt is látom, hogy sokrétű tevékenységet folytat. Megkérdezem, hogy mi ad önnek erőt, mi az élet felfogása, ami hajtja arra, hogy nap mint nap tegyen valamit, és lendületesen, és mosolygósan, és kiegyensúlyozottan? Én azt mondom, hogyha valaki tud segíteni, az jó dolog. És inkább én segítsek, mint hogy rajtam kelljen segíteni. Ezzel csak egyet tudok érteni. Hogyan készülnek az ünnepekre a családjával? Húha, hát ez nálunk a családban úgy történik, hogy karácsony előtt 1 héttel van karácsony nálunk, mert hogy egyik gyerekünk sem vett el karcagi lányt feleségül, és nem karcagi fiúhoz ment, ugye aztán 2 fele kell szakadni a családnak. A másik az, hogy nekünk ugye karácsonykor nagyon sok dolgunk, feladatunk van, tehát mi karácsony szent napján úgy beesünk délután a lakásba, ezért pár éve már megszerveztük azt, hogy 1 héttel korábban karácsonyozunk, ugyanúgy minden, mint ahogy karácsonykor lenne, a karácsonyfától kezdve, és akkor nyugodtan van 2 napunk arra, hogy minden gyerekünk meg az egész család együtt legyen. Karácsonykor pedig szenteste karácsonyozhatnak otthon a saját családjukban, karácsonykor pedig meglátogathatják a másik szülőt. Tehát akkor a családi életet, a családi történéseket is igazítja a közösségi élethez, hát igen, hogy mindenhol eleget tudjon tenni, hiszen az ember egyszerre több felé nem szakadhat. Hát mi szervezés kérdése. Így van. Így most a karácsonyi ünnepek előtt, de mire adásba kerül ez a beszélgetés, ugye már karácsony után leszünk, de még ilyenkor is mit lehet kívánni a tévénézőknek mondjuk az új esztendőre? Hát nagyon jó egészséget, békét, boldogságot, nyugalmat. Köszönöm szépen a beszélgetést, Erzsike, és én is kívánok önnek további sikereket, erőt a munkájához. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést, kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, most karcagi híreinket láthatják, melyben összefoglaljuk önöknek az elmúlt napokban a városunkban történt fontosabb és érdekesebb eseményeket. Köszöntöm nézőinket a Római Katolikus templomban, volt a 4. adventi gyertyagyújtás, melyen dr. Fazekas Sándor földrendi miniszter úgy gyújtott meg. Különleges volt ez a mai este több szempontból is, és egy különleges gyertyával érkezett. Jeruzsálemből hoztam egy gyertyát a Szentföldről, és örülök annak, hogy itt ezzel tudtam meggyújtani a 4. gyertyát. Advent, csodálatos ünnep, és nagyon sokan gyűltünk ma össze a Római Katolikus templomban. Egy igazi bensőséges szertartás, és nagyon szép kórus, zengzetes hangú kórus teszi emlékezetessé a mai estét.
Azt gondolom, hogy mindenki hazaviszi most a szeretett lángját, aki szeretné. Ez a másik különlegesség a mai napnak, hiszen a polgármester asszony elhozta a születés templomából érkezett lángot. Összeélnek a lángok és jelképezik a fényt, hiszen az évnek ez egy sötét időszaka, amikor rövid a nappal és hosszú az éjszaka, de mégis ragyogás tölti be a szívünket és a tájat is, hiszen a karácsonyi kivilágítások, a fák is föl vannak öltöztetve virágító lámpákkal, a gyertyák, a karácsonyfa díszei mind-mind azt mutatják, hogy közeleg a születés, az újjászületés. Várjuk az új esztendőt igazán bensőséges hangulatban. Én kívánom, hogy mindenkinek szépen és emlékezetesen teljenek az ünnepek. Köszönjük szépen, mi is ezt kívánjuk önnek és családjának. Köszönöm szépen. Kovács Szilvia polgármester asszonnyal beszélgettünk, hiszen mindenki elindult a szeretett lángjával, amit ön elhozott születés templomából. Honnan jött az ötlet, hogy Karcagra is elhozza ezt a lángot? Igazság szerint ez a láng már Magyarországra évek óta érkezik. Bécsben van az első leszállás ennek a lángnak, és oda kell érte menni, és ezt hozza el Pádárné Erzsike Kenderesre, és tavaly éltem ennek a meghívásnak, értem ezzel a meghívással, és elmentem ezért a lángért. Sajnos azt már nem tudtam megszervezni, hogy a karcagiaknak is átadjam, mivel ez az idén is megismétlődött, így mindenképpen szerettem volna mindenkit hozzájuttatni ehhez a lánghoz, és ebből szeretném, hogyha hagyomány születne. Szeretném, hogyha minden évben az utolsó gyertyagyújtáskor, negyedik adventi gyertyagyújtásakor megkapná mindenki ezt a lángot és hazavinni, hiszen ez tényleg a születés templomából, Betlehemből érkezik. Azt gondolom, hogy ez a mai nap a meglepetésekről és az igazán nagyon különleges dolgokról szólt, hiszen ez a kórus is gyönyörűen énekelt. Miniszter úr Jeruzsálemből hozott gyertyával gyújtotta meg, tehát azt hiszem, hogy aki ma itt volt, és részese lehetett ennek a napnak, ő feltöltődve és mindennel megtöltődve várja a karácsony. Így van, tulajdonképpen a 4 hét készülődés, én úgy gondolom, hogy méltó volt az ünnepekhez, és ez igazán koronája volt ez az est az egész adventi készülődésnek, és én úgy gondolom, hogy ténylegesen megtettünk mindent azért, hogy mindenki szívébe beköltözzön az igazi karácsony érzése, megteljen mindenkinek a lelke, szíve szeretettel, és ezt tudja majd átadni a családtagjának is, és ennek a szeretetnek a jegyében teljen mindenkinek a karácsonya, én ezt kívánom minden karcagi lakos számára, és én kívánom, hogy mindenkinek nagyon boldog, sok örömben legyen része az elkövetkezendő esztendőben, és természetesen ehhez a legjobb egészséget kívánom, és az Isten áldását. Köszönjük szépen, mi is hasonlókat kívánunk önnek és családjának. Nagyon szépen köszönöm. Itt mögöttünk az ovisok nagyon várnak valakit, kik is fognak érkezni. Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Nagyon nagy a várakozás, hiszen advent időszakában vagyunk. A mai napon a meglepetés a gyermekek számára, a zenemanók fognak érkezni. A zenemanók az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek az magán ének tanszakának a tanulói és a tanárai. Erre a kis közös karácsonyi műsorral kedveskednek a gyerekeknek. És ennek az az érdekessége, hogy minden oviban helyszínre mennek, tehát mind a 9 tagovonában láthatják a gyerekek ezt a műsort. Külön kérése volt az énektanszak vezetőjének, Házi Sárai Mária tanárnőnek, hogy minden óvodába szeretnének a diákokkal, a tanárnőkkel elmenni és kedveskedni, hogy valamennyi óvodás, karcagi óvodás megtekinthesse ezt a nagyon kedves karácsonyi műsorukat. Azt gondolom, hogy most az ovisok egy picikét jó helyzetben vannak, el is vannak kényeztetve, idézőjelbe téve, de ez az ő érdekükben és az ő kis lelkük érdekében történik, hiszen az elmúlt héten nagyon szép ajándékot kaptak a Foltvaroktól, most szívhez szóló zene érkezik hozzájuk. Azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy otthon is már a szüleikkel beszélgessenek egy kicsit az adventről, a várakozásról. Igen, ebben az időszakban mindenki kedveskedik a gyermekeknek, mindenki készül az ünnepre, és ehhez hozzátartoznak a különböző kis játékok, kézműves tevékenységek, előadások, közös munkadélutánok a szülőkkel, amelyekkel együtt tudnak készülni, és ez a mai nap is ennek a része, ami már nem első alkalom, hiszen az intézményünkben már több alkalommal ellátogattak a zenemanók a kis előadásukkal.
meglepve a gyermekeket a karácsonyi időszakban. A gyerekek nagy-nagy örömére, hiszen ez az előadás nem csak hogy karácsonyi, nem csak meghitt, hanem nagyon kedves, vidám, hangulatú zenés és irodalmi alkotásokkal színezett előadás. Itt már tényleg mindenki várja, és percek múlva kezdődik, de azt hiszem, hogy azért még a karácsony előtt, a téli szünet előtt még minden óvodában lesz saját karácsonyi ünnepség is. Igen, az óvodák különböző formában szervezik meg a karácsonyi ünnepeket. Van, ahol díszítenek karácsonyfákat, van, ahol nagy közös karácsonyfát díszítenek, van, ahol a csoportok külön fát díszítenek és úgy ünneplik. Van olyan óvoda, ahol a szülőkkel közösen, munkadélutánok keretében, van, ahol délelőtt az egész óvoda gyermekei együtt köszöntik a karácsonyt, ahol valamennyi kis ajándék is lesz azért a fa alatt a gyermekek számára. De azt gondolom, hogy a legnagyobb ajándékok ezek az ünnepi alkalmak, amikor együtt tudunk lenni, és egy-egy előadás élményszerzés alkalmával a gyerekek közösen tudnak örülni annak, hogy együtt lehetünk szeretetben, békességben itt a karácsonyt megelőző időszakban. Reméljük, hogy akkor a 2017-es évben is lesznek hasonló ilyen meghitt rendezvények. Ezt kívánjuk önöknek és minden óvodának, és hát azt, hogy mindenki szeretetben ünnepeljen otthon karácsonykor. Nagyon szépen köszönjük a jó kívánságokat, és mi is nagyon szeretnénk megköszönni itt a mai napon különösen a zenemanóknak, akik ellátogatnak, és a 705 óvodás gyermekünket megörvendeztetnek a csodálatos előadásukkal. Megköszönni az iskolák fenntartóinak, hiszen ezek a gyerekek, akik most jönnek, ők majdnem mindannyian iskolások, a tanárnők kivételével, és ők bizony órákról jönnek most el, amit majd pótolni kell nekik, de azt gondolom nagyon köszönjük azt, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy itt az óvodás gyermekeknek a műsorához hozzájáruljanak és színesítsék ezen a héten, hiszen ezen a héten mind a 9 óvodába ellátogatnak. Nagyon szépen köszönjük a jó kívánságokat, és én is kívánok az intézményünk valamennyi dolgozója nevében a Karcag Televízió keresztül Karcagváros lakosságának, a szülőknek, a kollégáimnak, a gyerekeknek és önöknek nagyon békés, boldog karácsonyi ünnepeket. Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőinket, a Szent Pál Marista általános iskolában vagyunk, Nagy Józsefnével beszélgettünk. Az élő Betlehemest jártuk végig az előbb egy óvodás csoporttal. Honnan jött ennek az ötlete hajdan, hiszen ha jól emlékszem, ez a harmadik alkalom már. Igen, hát természetesen a szerzetes testvérek voltak, akik felvetették ezt az ötletet, illetve ezt a lehetőséget, hogy a nagy böjt idején itt karácsonyra készülvén készüljünk, ismertessük meg, hát nem csak a mi gyerekeinkkel, hanem a város lakosságával is Jézus születésének történetét. És azóta pedig minden osztály készül egy-egy jelenettel. Gondolom, hogy itt az is fontos, hogy a jelmezeket is maguk készítik a gyerekek. Hát igen, eleinte, legelső alkalommal úgy kezdtük, hogy nem volt még akkor előadás, hanem bábukat készítettek a gyerekek, amit az udvarra minden évben leszoktuk szórni. Akkor még minden osztálynak annyi szerepe volt csak, hogy egy-egy figurát ők készítettek. Fontosnak tartottuk azt, hogy minden osztálynak legyen valamilyen szerepe ebbe a kis kiállításba. És aztán, ahogy a hitben elmélyültek a gyermekeink, így aztán úgy gondoltuk, hogy most már megtehetjük azt, hogy egy-egy jelenetben feldolgozzuk Jézus születésének folyamatát. Természetesen mindenben részt vesznek a gyerekek, nagy izgalommal várják ezt, és szeretne mindenki szerepelni. Akik jönnek, talán nem tudják, hogy természetesen többszörös szereposztásba adjuk elő ezt délelőtt, hogy mindenki szerepeljen, mindenki részt vegyen ebben. De itt látjuk, hogy nagy az érdeklődés, tehát ilyen 10 percenként vannak beosztva a csoportok is. Igen, ez így van. Évek óta nagyon sok iskola, főleg iskolák látogattak bennünket, de jönnek most már az óvodások. Természetesen a mi szüleink és a város felnőtt lakossága is megtisztel bennünket azzal, hogy eljön és meglátogat bennünket. Azt gondolom, hogy jövőre is már biztos lesznek ötletek, hiszen minden évben vannak újdonságok, új jelmezek, új helyszínek. Igen. Ez valóban mindig így van. Most a közösségi teremben volt egy zárókép, ami eddig még nem volt, mert mindig törekszünk arra, hogy akár szövegkönyvében, vagy jelmezekben, díszletekben valami újat tudjunk nyújtani.
én azt kívánom, hogy még sokan nézzék meg ezt a mai napon, és akkor jövőre is találkozunk még sok alkalommal. Köszönöm szépen, áldott ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Lovagudvarban, Szatmár Jánossal beszélgetünk, hiszen a séfecskék ismét főztek. Mi is készült ma? Hát először is valamikor a nyáron már próbáltam mondani, hogy említeni, hogy szeretném, ha gyerekük önállóan főznének. Erre próbálom rászorítani őket, nem egyszerű a feladat. Mert még mindig nagyon az az iskolás hangsúly van náluk, hogy egyedül nem tud arra menni, egy tojásért elmegy három gyerek, szóval először ezeket le kell szokatni róla, a gyerekiket. Hát ma egy bundás csirkemell csíkok voltak, egy petrezselymes burgonya és egy brokkolis saláta. Én szerintem nagyon jól sikerült, a gyerekik is azt lehet mondani, hogy 90%-ban elfogyasztották. Igaz, hogy a saláta az egy kicsikét még döcögve megyen, de azt azért is próbáltam a brokkoli salátát készíteni, hogy valamilyen úton módon rá kell őket szokatni a salátára. Hogy mi megy nehezen? Maga a burgonya pucolásnál már kezdődik az, hogy lassúk, beszélnek, sok idő, mert maga az idő nagyon szűk, amiben kell ezt az egészet összehozni. és szóval önállóan nem tudnak önállóan dolgozni. Természetesen nem is lehet elvárni őket, mert még gyerekek, de valamilyen úton módon rá kell ébreszteni őket, hogy önállóan kell. És mikor készen van az étel, akkor meg örülnek, hogy milyen jó sikerült, meg milyen finom lett, meg a tálalás is, úgyhogy én szerintem időkérdés, és akkor szép önállóan fognak dolgozni. De azért itt végigkövettük a gyerekeket, volt, aki mindenben részt vett, volt, akinek voltak kedvenc részei, viszont beszéljünk egy picit a panírról, hiszen nem a szokásos panírral készültek ezek a csirkemellcsíkok. Igen, mindig megpróbálok olyan ételt összehozatni velük, és összeállítani, hogy ne a megszokott fasírt legyen, ami otthon szokott lenni, vagy a megszokott rántott hús, hanem azért hangsúlyoztam többször ki, hogy emlékezetében maradjon, hogy palacsinta massza, hogy egy olyan masszában, amiben beletettük a fűszereket, igaz, hogy lehetett volna még több fajtát beletenni, de nem akartam bonyolítani nekik ezt az ő munkájukat, mert még az is gondot okoz, hogy tudja összekavarni a lisztet a tojással, meg a fűszerekkel, szóval ezeket még gyakorolni kell nekik. És hogy magába a panírba készült a fűszerezés is. És lényegében belemártott, és akkor a forró olajba ők szépen kisütögették, szóval azok pompásak voltak. Igaz, hogy rá kell őket még szokatni arra, hogy milyen hőfokon, meg mennyi ideig, hogy nehogy nyers maradjon. Több alkalommal a legvastagabbakat kivettem, kivágtam, megkóstoltattam velük, hogy érezzék azt, hogy azzal foglalkozni kell még, az olajba nem lehet rögtön beletenni, kivenni, hanem meg kell, hogy süljön. Én szerintem nagyon tetszett nekik ez a fajta panírozás, és mert volt a morzsával való panírozás, az megint más, hogy liszt folyékony massza, és akkor a legvégén a száraz morzsa, de ez szerintem nagyon tetszett nekik. Hát természetesen nagyobb nedvességtartalma van, mivel hogy a panírban van egy kis víz, és akkor az olaj sütéskor fröcsköl, meg minden, szóval kesztyűket kell biztosítani neki, amire én nem gondoltam, de hát ilyenkor jön rá az ember, hogy ezekkel fel kell készülni. És hát mégiscsak egy hatodikos leányzós csapatról van szó, akik azért már hatodikos létükre azt gondolom, hogy a kortársaikhoz képest is sokkal otthonosabban mozognak a konyhában. Láttunk azért egy kis adventi készülődést is, tehát készült egy kis mézes kalács is. Picikét már a karácsonyra is készült a csapat. Igen, maga a terítésen is lehetett látni. És lényegében vasárnap volt az advent első napja.
és lényegében két hét múlva, azt hiszem 15-én, akkor egy ilyen karácsonyos ételeket szeretnénk a gyerekikkel, ami ugyanúgy ebben a rövid időben belefér. Még nincsen meg, hogy mit fogunk készíteni, de addig még van két hét, és akkor, mert az, hogy az időben, hogy beleférjen, megsülve, megtálalva, elfogyasztva, kiértékelve, mert ilyenkor mindig kiértékeltetem a gyerekik, hogy melyiknek hogy ízlett, mi ízlett, miért nem ízlett, mi volt, ami nem volt benne jó. Szóval, hogy az a legnagyobb probléma, hogy a gyerekek leülnek az asztalhoz, az életében nem evett olyat ételt, és akkor azt mondja, hogy nem jó. Szóval lényegében nem tudja, hogy mit eszik, mert meg se kóstolja. És ilyenkor próbálok foglalkozni az ő gondolatukkal, hogy miért nem jó például az a brokkoli. Vagy mi különbség van egy karfiol meg a brokkoli között. Hogy ezeket a dolgokat valahogy a tudatukba kell valahogy rögzíteni, hogy a zöldségek is az ugyanolyan fontosak, mert tele van C-vitaminnel, antioxidánsokkal, és akkor ezeket az ételeket fogyasztani kell. És hát azért most is volt szerintem, aki a kesúdiót most kóstolta meg, tehát azért mindig van egy új dolog, hiszen a brokkolit már ismerték korábbról, tehát biztos, hogy a következő alkalommal is lesz valami újdonság. Reméljük, hogy akkor évvégére akkor már teljesen önállóak lesznek, hiszen hatodikosként még nem várható el, hogy önállóak legyenek mindenben a konyhában. Igen, azért teszek mindig valami újdonságot bele, hogy mint azt hiszem tavaly gesztenyeivel töltöttük a csirke mellett. Szóval az is egy újdonság, mert általában a gesztenyét hogy ismerik? Úgy, hogy megsütik a piacon, vagy a sétáló utcákon, és akkor úgy fogyasszák. Itt pedig rendesen be volt töltve, bepanírozva, és akkor így fogyasztották, és nagyon tetszett a gyerekiknek. Most például egy kis kesúdiót tettünk a salátára, és lényegében tetszett nekik. Hát akkor én azt kívánom, hogy akkor legyen még sok közös főzés a séfecskékkel, és akkor sok-sok ötletelést kívánunk még. Köszönjük szépen! A karcagi járási hivatal tisztviselői nevében szeretném átadni a ajándékunkat. A kollégák pénzadományából és ruhaadományából gyűlt össze, és én kívánok önöknek áldott békés karácsonyi ünnepet. Nagyon szépen köszönjük a család nevében. És egy gratuláló levelet. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm és szépen. Nagyon köszönjük. Köszönöm szépen Ildikó néninek is. Én pedig a járási hivatal vezetőjének szeretném megköszönni. Én azt hiszem, hogy az adomány jó helyre került. Olyan helyre, ahol értékelik, ahol helye van, hiszen 4 gyermeket nevel a család, és értékelni fogja, és biztos, hogy örülnek neki. És én még egyszer köszönöm, és áldott békés ünnepeket, és olyan szülőpárosról lévén szó, akik a szülői feladatokat maximálisan teljesítik. A gyerekekért vannak, a gyerekekért mindent, és az iskolába is megelégedettséggel fogadják tevékenységüket, törődnek a gyerekekkel, igen, figyelnek igen. rá, jól tanulnak a gyerekek, tehát ami lehetőség van, megadják számukra. Én köszönöm, és mindenkinek áldott békés karácsony ünnepeket kívánok én is. Köszönöm szépen. Köszöntöm nézőnket, Hodos Juliannál, a Karcagi János hivatalvezetőjével beszélgetünk, itt egy családnál vagyunk. Karácsony előtt már megszoktuk önöktől, hogy a járási hivatal dolgozói mindig megajándékoznak egy családot, így volt ez most is. Igen, a kormányhivatalunk ezében is elindította az adománygyűjtő akcióját. A Karcagi Járási Hivatal tisztviselői nagyon példásan részt vettek ebben az adománygyűjtésben. Én ezt nagyon köszönöm ezében és minden évben meg szoktam köszönni, és nagyon jól esik, hogy egy nagyon érzékeny, szociálisan érzékeny csapat a Karcagi Járási Hivatal, és ezében egy kivételesen nagyon szép és gazdag ajándékkal tudtunk kedveskedni egy családnak.
Pánt Ildikó képviselőasszonnyal közreműködésével választottuk ki azt a családot, aki, ahol 4 kiskorú gyermek van, és az ő segítségükre sietve adtuk át ezt az adományt, és kívántunk egy áldott békés ünnepeket a családnak. Itt látjuk azért, hogy tényleg vannak tartós élelmiszerek, gyerekeknek ajándékok, gyerekruhák, tehát tényleg nagyon hasznos ez az ajándék. Igen, tehát tartós élelmiszertől, tehát lehet látni az almától kezdve, a ruhák, a játékok a gyerekeknek tényleg személyre szabottan készült és gyűjtöttük össze, és válogattuk ki az ajándékcsomagot. Az előbb az anyuka meghatottan vette át, és nagyon örül ennek az ajándéknak. Én azt gondolom, hogy példaértékű, amit ilyenkor önök mindig tesznek egy-egy családért. Most mondhatom szerintem, hogy én is elégedett vagyok, és én nagyon köszönöm a kollégáimnak az együttműködést, és ez egy kifejezetten jó érzés, nem minden járási hivatal teszi ezt a gyűjtést, én ezért büszke is vagyok rájuk, és még egyszer köszönöm. Mi is köszönjük szépen. És köszönöm szépen, és mindenkinek áldott békés ünnepeket kívánok. Kedves televízió nézőket. Mai vendégem itt a stúdióban Lévai Kálmán ezredes úr, a karcagi katasztrófavédelmi kirendeltségnek a vezetője. Köszöntöm. Én is köszöntöm, és köszöntöm a nézőket is. Most két ünnep közt vagyunk, már a karácsonyi szenteste, illetve a karácsonyi ünnepek elteltek, de még mindig a szobáinkat díszíti a gyönyörű szép fenyőfa. Mire kell vigyáznunk még így a karácsonyi ünnep elteltével is, hiszen a fát majd csak vízkeresztkor szedjük le, nagyon sokan, január 6-án. Hát ilyenkor kell egyre inkább vigyázni, ugye az ünnepen azért, hogy nehogy az ünnepen legyen probléma, ilyenkor pedig kezd hangja lenni a fenyőfának, különösen a lucfenyőnek, ugye kezdenek peregni a tűlevelek, és ez ahogy lepotyog a asztalra, egy apró kis neszeket ad, ez jelzés arra, hogy a fa bizony erőteljesen szárad. Tehát így két ünnep közt, ha még mindig szeretnénk a gyertyák fényében gyönyörködni, vagy éppen a csillagszóró fényében, hát feltétlen nagy odafigyeléssel kell ezt tenni, és lehetőleg a gyerekek ne gyújtsák a gyertyát, ne gyújtsák a csillagszórót, és semmiképpen sem gyújtsák meg egyedül. Szülői jelenlét, vagy felnőtt jelenléte nélkül. Természetesen a felnőttek is elég óvatosak. Elég óvatossága mellett is történhet probléma, és hát ilyenkor bizony nagyon könnyen lángra lobbanhat. Mindenképpen nagy odafigyelést igényel ez a dolog, és hát a vízkereszt, vagy vízkereszt után ki meddig tartja meg a fát, ki meddig szeret benne gyönyörködni, akkor már különösen szárazak ezek a fenyőfák, és ilyenkor észreveszünk, hogy hop-hop, még maradt egy-két csillagszóró rajta, akkor már levenni, minek kidobni durva volna, hát gyújtsuk meg. Na most ez a meggyújtás, ez már tényleg veszélyes, és hát ha már mindenáron meg akarjuk gyújtani, amikor levisszük a kuka mellé, akkor esetleg ott gyújtsuk meg, és hogy ott netán mégis meggyújtja a fenyőágát, ott már nagy problémát. Tehát a gyönyörködésből nehogy valami szomorúbb esemény történjen. Ha véletlenül meggyullad a fánk, ilyen véletlenül előfordulhat, és ott vagyunk és figyelünk rá, hogyan lehet gyorsan eloltani és mivel? Minden kéznél lévő eszköz alkalmas lehet, de ha elég előrelátók vagyunk, vagy óvatosak vagyunk, akkor valamilyen takaró féleség legyen oda készítve, vagy ha van a családi házban, illetve a lakásban van tűzoltókészülék, az is legyen elérhető közelségbe.
amit lehet használni, lehet kapni egészen kicsi ilyen flakonos tűzoltó készüléket, egy kis kezdeti tüzekre ez feltétlen elegendő, és hát arról beszélünk, hogy jelen vagyunk a dolognál, tehát kezdeti tűzről van szó, amikor ezt meg tudjuk akadályozni. Divat mindenképpen, és nagyon szép elektromos fények vannak, amikkel becsomagolják a fenyőfát. Ez lehet régebbi típusú, újabb típusú, mindenképpen áramát járt a vezetékről van szó, és hogyha meggyullad a fenyőfa, ezek a műanyag szigetelések gyorsan leolvadhatnak, és csupasz elektromos vezetékkel találkozhatunk, tehát mielőtt az oltáshoz fogunk bármivel is, áramtalanítani kell a fenyőfát, és csak utána. Hát rá lehet teríteni ezt a takarót, és azzal az egy mozdulattal, hogy összefogtuk a fát, a legközelebb eső ajtón vagy ablakon keresztül ki eltávolítani a lakásból. És így megelőzhetjük a nagyobb problémát. Mindenképpen, hát füst az így is úgy is lesz, de hát az legyen a legnagyobb bajunk ilyenkor, de a égő fenyőt eltávolítjuk. Hát vagy el tudjuk ott oltani, hogyha tényleg kicsi a tűz, de az a legbiztosabb, hogy kivinni a lakásból, ám bár kérdés, milyen útvonalon lehet kijutni, hogy nehogy az legyen, hogy az előszobában az összes kabátot meggyújtjuk-e közben vele, tehát azért józan, paraszti ésszel átgondolva, hogy mit is lehet ilyenkor csinálni. És nem is baj az, hogyha a családok egy kicsit átgondolják ezt, hogy mi van, ha mégis. Mert mindig azt gondoljuk, hogy velünk az nem történhet meg. Pedig minden megtörténhet velünk is, és egy kicsit erre kell ilyenkor gondolni. Katasztrófaédelem egyébként igyekezett ilyen sokszor is anyaggal ellátni az önkormányzatokon keresztül, vagy iskolákon keresztül a családokat. Ilyen szóróanyag jelleggel, gyerekeknek szóló anyag is van, és felnőtteknek szóló anyag is, ami éppen erről szól. Igyekszünk ezeket rádiókon, tévéken, helyi sajtókon keresztül ismertetni. De ezt évek óta végezzük egyéb iskolai rendezvényeken, egyéb katasztrófavédelmi gyerekeknek szánt rendezvényeken keresztül is terjesztjük ezeket az ismereteket. Hát bízunk benne, hogy ahogy sok év óta nem volt karácsonyi probléma, nem lesz mostan. Most sem lesz. Ugye ilyenkor a házi asszonyok is fokozott veszélynek vannak kitéve, hiszen ünnepek alkalmával otthon az egész család, és ők általában bevetik magukat a konyhába, és különböző konyhai balesetek is előfordulhatnak. Beszélhetünk itt a gáztűzhelyről, vagy most már villanytűzhelyekről. Ilyen kicsapódik az olaj, tehát különböző égési sérülések keletkezhetnek. Szoktuk hallani a hírekben, hogy konyhák gyulladtak ki. Mire figyeljenek elsősorban a háziasszonyok a konyhában? Egy nagyon fontos dolog volna, hogy nincs 5 percre mentem csak ki, meg 1 percre mentem ki. Nem megyek ki egyetlen 1 percre se, úgyhogy égve hagyom a gáz égőt, rajta az olajat, vagy az ételt, amit éppen melegítek. Nincs 1 perc. Mert ha kimegyek, mert a postás csengetett, valamit alá kell írni, az tényleg 1 perc lehetne. De a postás közben megkérdez valamit, vagy én kérdezek meg valamit a postástól, és ebben jól bele tudunk feledkezni, és akkor a végén már csak a szagra leszünk figyelmes, hogy mintha valami égne. Tehát ezt nagyon ajánlanám mindenkinek, hogy ilyen nincs. Így is bekövetkezhet, dolog kifröccsen a zsír és belobban, főleg az, amikor sokat használtuk már a olajat vagy a zsírt, rántott hús vagy egyéb sül benne, és akkor már fröcsök, sercek, percek, egy kis víz kerül bele, akkor különösen kifröcsög, és akkor ez a kifröcsögő kis zsírgömböcskék könnyen lángra lobbannak, és visszagyullad az egész serpenyő. Hát megint az a dolog, hogy ilyenkor nem kell sajnálni, hát lehetőleg ne a NERSZ bundával olcsuk el a serpenyő tüzét, de hogy törölgető ruha van ott kéznél, hát nem egy, hanem lehetőleg több, amit ráterítünk, illetve hát ha van fedője a serpenyőnek, eleve azt rátesszük, és annak még úgy súlya is van, elzárja az oxigént, és ez a leggyorsabb, legkönnyebb oltási mód. Egyet felejtsünk el ilyenkor, hogy víz van a konyhába, mert hogyha mondjuk beleborítunk egy kancsóvizet a serpenyőbe, abból hirtelen elég nagy felületű tűz lesz, mert
továbbra is égni fog a zsír és az olaj a víz felszínén, csak most már nagyobb területen. Sokan talán azt gondolják, hogy amikor ilyeneket mondunk, hogy nem vagyok én hülye. Sok mindent láttunk már, nem minősítünk senkit, hogy milyen az elmebeli képessége, de akkor megijed az ember, és akkor reflexzerűen, tehát nem attól, még diplomás ember is ugyanúgy elköveti ezt, mint a 8 osztályos, tehát nem attól függ, hogy ki milyen képzett, tanult emberről, hogy ijed meg. És ezt nem nagyon tudja senki, mert nem az jellemző, hogy nap mint nap megijedünk valamitől, és akkor van egy bevett séma, ami alapján mi igenis logikusan és normálisan cselekszünk. Hát, ne hagyjuk ott feltétlen, ha meg huzamosabb ideig használunk valamit, azért figyeljünk arra, hogy az mennyire forrósodott föl. Ezek a kerámia alapos és egyéb sütők, ezek már normálisabbak, a tekintetben nincs nyílt láng, ami közvetlenül gyújtson. A magas hőmérséklet viszont ugyanúgy van, vagy lehetséges. Sütőbe ugyanígy nagy a gázrózsa, sokszor nehezen gyullad be. Engedjük a gáz, majd csak rövid a gyufa, nincs hosszú gyújtó gyufánk mondjuk például, és akkor várjuk, és egyszer nagy pukkanással belobban, akkor meg ijedtünk be, ott hagyjuk. Tehát sokfajta dolog előfordult, sokszor a megtörtént esetek után nem is nagyon tudja elmondani a jelenlévő, mondjuk úgy, hogy vétkes, hogy mit is csinált, meg hogy is csinált, és úgy megijedtem, hogy még, és akkor innentől kezdve mosódik az emlék. De hát nagyjából valami ilyesmik szoktak történni, amiből probléma adódhat. A másik, ami jellemzően elő tud fordulni, hogy ott marad a serpenyő, begyullad az olaj, zsír benne, és megy a szagelszívó, ami még föl is szívja ezt a lángot, tehát egy olyan légáramlás van, és ilyenkor könnyen meggyulladhat a fölötte lévő konyhaszekrény, vagy ruha, vagy fogókesztyű, vagy egyéb. A fogókesztyű azért attól, hogy hőálló, tehát hogy meg tudom fogni a tepsit, attól még éghető anyagból van, tehát ezek is meg tudnak gyulladni, és korábbi években több ilyen tűzesetünk volt, amikor a szagelszívó működése vitte tovább a tüzet. Mert amúgy ott, hogy kiég a serpenyőbe a zsír, nagy problémát nem okoz, csak büdöset meg füstöt. Viszont, hogyha fölötte van valami, amit meg tud gyújtani, na az már aztán viszi tovább a tüzet. Szilveszter. Szilveszter napján és szilveszter éjszakáján, új évkor előszeretettel használunk különböző pirotechnikai eszközöket. És erről is szoktunk hallani, hogy sajnos van, amikor előfordulnak tragédiák. Mi az a legfontosabb, amire mindenképpen ügyelnünk kell, hogy ne történjen probléma? Hát, ne legyünk sóherek. Talán első tanács ez lehetne. Tehát, ha megvásároltuk ezeket a tűzijátékokat, és nem akar beindulni szép szerével, ahogy a használt utasítása mondja, hogy kell beindítani, nem akar, ne kísérletezzünk vele, tegyük félre, majd ünnep után visszavisszük, hogy kezdjen vele az eladó azt, amit akar, amit kell vele kezdeni tulajdonképpen. Ha szabályosan használjuk ezeket előírásosan, akkor nem okozhat problémát. Nyilván, aki puskaporral töltött, lőporral töltött, robbanó eleggyel töltött, valamit vesz a kezébe, mindenki veszélynek van kitéve. Nyilván elrettenteni ettől teljesen felesleges volna a népet, hogy senki ilyet aztán nem, mert hát szép a tűzijáték. Nagy ünnepi alkalom, sokan nem tudják ezt kihagyni, mióta lehet vásárolni hivatalosan azóta pláne. Mindenképpen fontos egyébként, hogy a hivatalos helyről vásárolják, mert az sem garancia semmire, de az, amit nem hivatalos helyről veszünk, azt meg ki tudja, hogy milyen. Hát ugye ismerjük a régi piacon vásárolt különböző villanyborotvát, meg akármiket, amiket vettünk régen, és aztán vagy működött, vagy nem működött, ott kipróbálni nem tudtuk, mert nem volt konnektor. Hát ezt sem tudjuk kipróbálni, mert hát ugye, ha kipróbálom, hogy működik-e, akkor rendben van, működött, de többször nem. Tehát az a lényege, hogy szabályosan használjuk. Az, ami nagyon fontos, hogy ezeknek a indító, tehát ez, mikor beindul egy ilyen rakéta,
ami kijön belőle láng, az nem egy sima láng, az nem egy gyufaláng, nem egy gyertyaláng, amit úgy meg lehet markolni játékkedvéért, hogy riogassunk másokat, hogy mi milyen ügyesek vagyunk. Ez szúróláng, igen magas hőfokú láng, ami rögtön éget. Tehát ha véletlenül valami történik azzal, akkor ne próbáljuk ott a rakéta testét megfogni és valamit kezdeni vele, mert az a láng a szúróláng. A másik, hogy amikor ez a hajtóláng elmúlik, utána jön a detonáció, a robbanás, amikor tulajdonképpen a látvány kialakul. Hát ezt meg testközelből elszenvedni az életveszélyes. Tehát ezek inkább nem annyira tűzoltó vagy katasztrófavédelmi tanácsok, inkább a józan ember gondolkodásának a tanácsai, hogy hogyan is kezeljük ezeket az eszközöket. És hát mindenképpen, hogyha pedig elmúlt az ünnep, és mégsem sikerült mindent elhasználni, akkor vigyük vissza, ne tárolgassuk egy évig, két évig, mert folyamatosan veszélybe leszünk azon a részen. Nem tudhatjuk, nem a gyerek megtalálja, nem bele matott, hogy mi is ez, és feltétlen tragédiához vezet egy ilyen hozzá nem értő belematatás. Hát, legyünk elővigyázatosak. Mindenképpen. Ilyenkor ünnepek környékén az utakon is megnövekszik a forgalom, hiszen a családok meglátogatják egymást, vendégségbe mennek, és dugók alakulnak ki, különböző veszélyforrások az utakon. Hogyan járjunk el, hogyan közlekedjünk ilyenkor ünnepek tájéken? Mindenképpen készüljünk úgy, tehát az időjárást azt figyelni kell, és az időjárás jósol valamit, hogy hófúvás lesz, kutya hideg lesz, szél lesz, sok hó lesz. Higgyük el. Nem biztos, hogy lesz, de inkább higgyük el, inkább a rosszra számítsunk mindig, a rosszabbra, mint hogy jó, hát tavaly is azt mondták, aztán nem volt 2 centi hó se. Egyébként meg 2 centi hóba is rendkívül balesetveszélyes az út, mert az még könnyebben oda tapad, sikosodik, odafagy, és 2 centis hóban nekünk sokszor több balesetünk van, mint a komolyabb hóesés után. És föl kell készülni az útra, a rövid útra is. Szolnokra megyünk, színházba mondjuk, nem nagy út, hát egy szűk óra alatt ott vagyunk, ha ott vagyunk. De ha közben jön valami, akkor nem biztos. Tehát jól föl kell szerelni, legyen mindenképpen meleg ruha. Kiskabátban ne induljunk el, hogy ajtótól ajtóig megyünk, legyen ott azért a téli dolog, a kabát, csapka, sál, kesztyű, minden, ami kell egy téli időjárásban. Aztán folyadék legyen a kocsiba, mert kiszáradunk, hogyha netán órákig állni kell egy dugóba, mert mondjuk baleset történt, és nem tudunk ebből kikecmeregni. Ha pedig hófúvásba elakadnak a járművek, még rosszabb, mert még akkor az sincs, hogy megfordulok és visszajövök legfeljebb, hogyha unom a dugóba való állást. A kocsi ne legyen pirosban mutató, föl kell tankolni, teletankkal, lehetőleg minél telibb tankkal induljunk el mindig, mert ha órákig vesztegelni kell, akkor tudunk fűteni a kocsiba. Tehát ez megint ilyen józan gondolkodással fölfogható valami. Ne legyünk könnyelműek, ne legyünk lekezelőek, ne nézzünk le senkit. Tehát ha a meteorológus mondja, az se, ha a katasztrófa védelem mondja, az se, mert a tapasztalatok alapján mondjuk, amit mondunk, hogy mi történhet. Ország egyik részében jó idő van, a másik részében hófúvás. Néhány évvel ezelőtt volt egy tavaszi hófúvás a Dunántúlon. Mi történt az autópályán? Óriási hófúvás, óriási dugók, rengeteg jármű ott rekedt. Emelről keleten majdnem, hogy napsütéses tavaszi idő volt. De nagyon sokszor változik tényleg így, hogy volt, amikor Dunántúlra mentünk, és a Tisza, illetve nem is a Tisza, a Szajoli felüljáró vonaláig hófúvás volt, hóakadályok voltak, a Szajoli felüljárón túl semmi nem volt, a Dunántúlon meg napsütés volt. Tehát azért az időjárás sajnos, mondhatnánk, hogy megbolondult, tehát régen is volt ilyen, tehát nem kell lebecsülni, azt nem kell túl, a másik az autónkat ne becsüljük túl, még akkor se a téli gumi van rajta, akkor se, hogyha ez egy nagyon ütős terepjáró, vagy bármilyen erős jármű,
kifogyhat az üzemanyag, elromolhat az akkumulátor. Ugye akkumulátor is nem mindegy, télen a gyenge akkumulátor könnyen megadja magát a mínusz fokokban. Tehát ha ilyen utolsó hónapokat, heteket rúgja az akkumulátorunk, akkor lehetőleg cseréljük ki. Ugye örülünk annak, hogy jó sokáig bírja az akkumulátor, de ne várjuk addig, amíg az úton hagy bennünket. Tehát akkumulátor, folyadék, meleg ruházat, élelmiszer valami, ha csak egy zacskó keksz is, valami, ami a vércukrot helyreállítja, amikor már nagyon kezdünk éhesek lenni. Tehát ezekkel készüljünk, és akkor nem lesz probléma. Most így beszélgetésünk alkalmával úgy gondolom, hogy mindent körvonalaztunk, tehát azokat a veszélyforrásokat, ami ilyenkor leselkedhet ránk, de a hasznos tanácsokat is megkaptuk Helyződes úrtól. Én bízom benne, hogy eseménymentes ünnepi napok elé néznek, és kívánom, hogy így legyen, és esetleg ünnepek alkalmával vagy januárban ne arról kelljen számadást, híradást adni, hogy valamilyen katasztrófa történt. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és ugye közösen megfogalmazhatjuk a nézőknek, hogy vigyázzanak egymásra, figyeljenek egymásra, és legyenek óvatosak. És köszönöm a lehetőséget, és hát mindenkinek kívánok boldog új évet, eredményekben, sikerekben gazdag új évet, és hát tűzkár és balesetmentes új évet. Úgy legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat műsorainkkal kapcsolatban megszokott csatornákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk. A jövő héten visszavárjuk Önöket a képernyők elő, addig is a viszontlátásra mindenkinek!